Kedves nézőink, blokkunk előtt azt szoktuk mondani, hogy egészségünkre, most viszont azt mondjuk önöknek, hogy mozgásra fel, és ehhez persze jó tanácsokat is adunk. Ha megfigyelték, akkor mindig rímelnek a témák és a szakemberek egymásra. Ma ez a mozgás, hiszen Pető Csillával beszéltünk arról, hogy milyen fontos a mozgás, és említettük, hogy de majd jön Tibor, aki ehhez még tud olyan természetes anyagokról is beszélni, ami viszont megkönnyíti a mozgást. Úgyhogy szeretettel köszöntök, Tibor. Jó estét kívánok, szervusz! Na, mozgásra fel, a múltkori adásunkban már elkezdtünk erről beszélni. Azt nem bánom, hogyha egy picit felevelenítjük, hogy mi is volt a múlt adásban, új dolgokról beszélgetünk, és aztán még a húsvétról is szólt egy. Hát, na remélem is, mert én is várom. Tehát a múlt adásban, hogyha nézték a adásunkat, akkor egy kicsit rossz dolgokról beszéltünk, hogy hogyan lehet a rosszat jóvá tenni. Magyarán a testünknek olyan diszharmonikus problémáit, tehát mozgás problémáit, amit úgy is össze lehet foglalni, hogy diszkopátia, porckoronkopás, porcizület, artrózis, artritis. Nagy, de csúnyákat mondasz. Hát van, aki szóvá tette, hogy próbáljuk meg egy kicsit szaknyelven beszélni, de én azt szeretném, hogyha önök értenék meg. Nem az a meg. Csúnya, hanem amit takarnak. Ja, igen. De azért jó híreket is mondtunk, és képzeljék el, hogy én komolyan nagyon örülök neki, hogy elindult egy folyamat. Nekem ugye 6 műtét a térdemen, 11 év szenvedés, utána 30 év félig mozgó állapot után teljesen rendbe jöttem, és most 2-esével futok fel a lépcsőn ebben a korban, mert hogy kortalan vagyok. De az, hogy ennyi embernek van mozgásszervi problémája, erről nem is tudtam. Tegnap felhívott egy ortopéd orvos, akivel beszélgettem elég hosszasan, és megkérdeztem tőle, hogy náluk a rendelőben mi a legfontosabb, amivel megkeresik az emberek őket. Hát vezet bizony a térd és a gerinc probléma, de a térd talán lehet, mert olyabból 2 van. Szóval... Hát nagyobb súlycipel. Hát a végül igen, az egész... és a súlycipelés, itt van a túlsúly. A túlsúly cipelése. Nagyon-nagyon fontos. Megint egy rossz adat, tehát hivatalos adat, de rossz hír, hogy Európában az összes európai állam között Magyarország a legsúlyosabb. Tehát itt él a legtöbb elhízott ember, méghozzá nem akarok vadszámokat mondani, mert azt kontrollálható, de ilyen nagyon nagy szám, tehát a lakosságnak hát 70%-a túlsúlyos, vagy talán még több is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kellene fontolni, kedves hölgyek, urak, hogy a kis murilo angyalka gyerekekkel kezdődik, egy túlsúlyos gyerek nem lehet egészséges felnőtt, sajnos. Szív, érrendszer, mozgásszervi problémák, cukorbetegség, és asztmatikus problémák, és sorolhatnám idegrendszerig bezárólag. Tehát nagyon fontolják meg, hogy mennyire engedik azt a gyereket cukros üdítőket, túl sok édességet enni. Most mondom ezt itt húsvét környékén, de lesz a végén egy jó ajánlatom, hogy hogyan lehet mindezt a húsvéti felesleget majd ledolgozni. Tehát a mozgás az elsődlegesen fontos, mert a szívünknek is szüksége van arra, hogy megfelelő stimulációt kapjon. Tehát az, aki túl sokat ül egy számítógép mellett, vagy egy íróasztal mellett, vagy egy telefon, nem tudom, szóval kénytelen, kelletlen kell, hogy mozogjon. Az otthoni tornáktól a jó levegőn történő kocogás, mert a Kossuth-Lajos utcán ne tessék kocogni, tessék lemenni a Dunapartra. Mindenhol azért egy pár kilométer távolságban van valami zöld. Budapest különösen a fővárosok között nagyon szerencsés a hegyeivel, a budai területekkel, a Városligettel. De vidéken meg még szerencsésebbek, hiszen mekkora egy falu, mekkora egy város, egy kis tekeréssel ki lehet menni a szélére és ott jókat tornázni. Egészséges táplálkozás mondanám, de vessenek meg, nincs egészséges táplálkozás ma már, mert én ugye múltkor mondtam ezt a bizonyos Zeller féleséget, direkt nem mondom, mert nem szeretek rossz reklámot mondani. Hát kérem szépen, most, amit vettem legutóbb,
olyan... Fásak, öregek. De nem az, hanem a disznónak a bizonyos ürülékére emlékeztető szaga volt. Tehát olyan trágya illata, szaga volt, hogy én nem ettem meg. És akkor elgondolkodtam azon, hogy jó szándékkal tesszük tönkre magunkat. Tehát akkor megint csak igaza van azoknak, akik azt mondják, és ezt egy orosz reklámfilmet a YouTube-on önök is elérhetik, vagy ha kérik, szívesen átküldöm bárkinek, drága szíveim, ne tessék azt hinni, hogy csak azok, akik a Tiborhoz járnak. Nem, nekem nem önre van szükségem, hanem az egész országra, hogy az egész ország legyen egészségesebb, nem csak néhány ember. Tehát fontos, hogy a korrekt információkat Oroszországban van egy olyan film, 5-6 perces, ahol 6 Nobel-díjas van, aki dupla Nobel-díjas professzor, elmondja, hogy miért kell az úgynevezett bioaktív természetes táplálék kiegészítőket fogyasztani mindenkinek. Mert nem tudunk egészségesen táplálkozni, még egészséges levegő úgy, ahogy van, ha mondom, megkeressük a helyét, de konditermekbe is lehet járni, és a legnagyobb szívügyem az úszodák. Úszoda, focipálya, tornatermek, aki teheti, tegye és mentse az életét. Mert mi beszélünk mindig a táplálék kiegészítőkről, na de a mozgás kiegészítők legalább ennyire fontosak. Ezzel együtt kérem, hogy még egyszer ismételjük el, hogy mi mindennel is van dúsítva a 100%-os alójéggél ahhoz, hogy az ízületek mozgását biztosítsa. Az ízületek mozgása és a inak, izmok regenerálása őrülten fontos. Hány embernek van olyan, hogy a vádlia begörcsöl benned közben, vagy futáskör, stb. Ez nagyobb százalék arányjal magnézium hiány. Az aloénak eleve van 240 hatóanyaga, ezt ne tessék elfelejteni, az olyan, mint hogy a 240 üvegcsét összetetszene vásárolni a boltba egy ekkora rakás pénzért, és akkor ez mind benne van úgy, hogy föl is szívódik, tehát behatol a bőrön keresztül is, meg a kötőszöveti állomány, hogy ugye belülről fogyasztjuk. Ehhez hozzáadták a természetes alapanyagú, természetes kondroitin szulfát, glukozamin szulfát, metánszulfametán, és plusz egy csomó antioxidást, és ezeket az aloé segíti beépíteni oda, ahol rá szükség van. Kérdezte tőlem valaki, hogy hát hogy lehet, hogy az a bizonyos 61 néhány éves sportoló úr, hogy Zadvarékason, Gyuszi bátyám, ilyen rövid idő alatt hihetetlen gyógyulás. Hát nem ő az egyetlen, csak ő egy sportember, akinek látványos volt a gyógyulása. A Muki kutyám 2-3 hét alatt ért el fantasztik, mert hogy mennyi anyagot adunk neki, milyen kombinációban, mit adunk még mellé, milyen egyéb problémák vannak. Tehát tetszik tudni, mindenkinek segít, de azért nem árt, hogyha egy szakemberrel megbeszélik, hogy miből, mit, mennyit, hogyan, miért. És az sem baj, hogyha az az illető természetgyógyász, és már egy pár évtizede ezzel foglalkozik. Tehát minden mozgásszervi problémára van természetes megoldás. Jó, van, amikor már csak a szike segít, mert annyira elkéstünk. De hát még ezt kéne megelőzni, a műtéteket. Ezt mondom, hogy hallgassanak erre a nagyszerű lehetőségre, mert, hogy úgy mondjam, csont nélküli, tehát itt én még a 17 év alatt nem találkoztam olyan embernel, akivel, ha megfelelően csináljuk, ne reagált volna a teste jól. És hát a mozgás az a csontunknak is erősnek kéne lenni. Ez a második, ami hát az oszteoporózis, tehát a csontritkulás népbetegség. Gyógyíthatatlan népbetegség, mondja az oszteoporózis társaság, illetve bizonyos körülmények között lehet lassítani ezt a romlást, vagy még talán meg is állítani, de azt, hogy valaki visszanyerje az eredeti csont állományát, azt én nem nagyon tapasztalom. De természetes anyagokkal van rá mód, és most már tényleg a létező legjobb anyagokat lehet. Hát igen, csak külön-külön nem tudjuk, hogy most mennyi rész kell nekem, mennyi kalcium kell, mennyi nem tudom én micsoda. Hát erről beszélek, hogy el kell jönni egyszer egy beszélgetése, egy előzetes megbeszélés alapján, és rátöltünk 1 órát, 2 órát, amennyi kell, hogy önnel tetőtől talpig átnézzük, lehetőség szerint anamnézisek, illetve labor eredmények alapján, hogy tetszik lenni.
Jó, szoktam mondani, felveszem a adatokat, és akkor mondom, na most tessék panaszkodni. Mert hogy a legjobb az élő szó, de kellenek a leletek, ha van lehetőség szerint egy fél évben belüli, vagy max. Egy éven belüli. De mindenképpen érdemes megszólítani, hiszen ha más a probléma, és úgy érezzük, hogy nem tudunk segíteni, már elkéstünk, akkor is a egyéb gyógymódok felé orvosi kapcsolatokkal tudunk segíteni. De a mozgásszervi problémákhoz sorolom én az elhízást is. És most húsvét előtt igencsak kellene róla beszélni, hiszen részben felelős érte az ember. Tudnilik, ahogy mondtam, az egészséges táplálék hiánya miatt a szervezet követeli, hogy tessék még enni. Rásegítenek a különböző cégek olyan adalékanyagai, aminek az a célja ennek az adalékanyagnak, hogy megkívántassa önnel azt az ételt, amit éppen eszik, magyarán, holnap újra kívánni fogom, mert olyan finom volt. Nem az étel volt finom, hanem az a raffinéria, az ízfokozó anyagok, amiket beletesznek, ügyesek, hogy te újra és újra megvegyed horror összegér azt a majdnem mondtam, hogy micsodát, de hát Istenem, hogyha valaki nem tájékozódik rendesen, annak ez a következménye, tehát az elhízás. Azért hízik el az ember lehető leggyakoribb esetben, mert a táplálék csatorna nem tiszta. Ki kell tisztítani a lerakódásokat, vissza kell pótolni a hasznos lebontó baktériumokat, és ebből a szempontból óriási hírem van. Kérem szépen, az OGYI bevizsgálta Magyarországon kapható összes probiotikumnak, tehát bérflóra javítónak nevezett anyagot, és torony magasan egyetlen egy olyan van, ami minden kritériumnak megfelel, hármas védő burkolatban, a hatóanyagok olyan mennyiségben, olyan arányban, stb. Egy baja van, és oda jutnak, ahova kell. Egy baja van, hogy bemegy a boltba, és nem tetszik kapni. Miért? Mert ez bizonyos zárt rendszeren keresztül értékesítődik. Viszont ebben a vérzivataros állapotban, amikor minden fillére szükség van, hivatalosan 27%-or 5%-ra csökkentették ennek a probiotikumnak az áfa tartalmát, azért, mert fontosabb megelőzni a bajt, mint hogy kórházban, meg kezeléseken, és különböző... Hát ez nagyon jó hír. Én nem is gondoltam, hogy még ilyenekre is gondolnak. Hála jó Istennek, most már egyre jobban. Tehát a legfontosabb hírem az, hogy kérem, itt a húsvét, érezzék jól magukat, locsolkodjanak, igyanak módjával, egyenek módjával, és utána induljon egy új tisztító korszak. Ehhez én egy olyan fit programot tudok ajánlani, amivel nem csak kitakarítja a szervezetét, hanem lead egy csomó olyan felesleges kilót, amit nem kellene cipelni. A túlzott kilók ugye a szívet teszik tönkre, a mozgást, a tüdőt nyomják, és a többi, tehát nem menjünk ebbe bele. Százszónak is egy a vége, ha valaki egészségesen akar élni, akkor én azt ajánlom, hogy húsvét után indítsunk egy olyan lehetőséggel, amikor tényleg a szervezet megújul, az életkor teljesen képlékenyé válik, kortalanná válik valaki, mint ahogy én is. Ugye nem vagyok túlzó, hogyha azt mondom, hogy én kortalannak érzem magam, mert nem az éveket számolom, hanem azt, hogy mit értem el, mennyit tudtam segíteni önöknek. És befejezésül talán annyit, hogy a súly probléma nagyon komoly probléma. Olyan veszélyek lesnek ránk, ami miatt megszámolhatatlan betegség jöhet létre. Fogadjanak szót Glóriának. Nem én vagyok itten a szigorú, én csak kérem, hogy nézzék a műsorainkat, és tanuljanak belőle, vagy hasznos információkat gyűjtsenek. És ha már itt vagyunk, és húsvét van, beszéltünk arról is az előbbi blokkjainkban is, hogy ajándékozni jó, próbáljuk meg a másikat meglepni, megszeretgetni. Te miket ajánlasz erre? Hát itt van ez a nyuszika kis marcipán, és imádom, és biztos, hogy fogok is enni. Módjával a legjobbat. A Csillának az ajánlatát a Margit-szigetre szívesen elfogadom, én is megyek hullahopkarikázni. Azt megnézzük. De el is fogok menni, ott a szavam. De ajándéknak, tessészesen egészséget is adni,
És hogyha finom parfümöt akar fújni a barátnője, anyukája, kislány fülébe, akkor erre is van egy nagyon finom, természetes, antiallergén parfüm. Vagy férfiaknak is akár. Hát hányan szenvedünk olyan a parfümöknek? Olyan kozmetikumok, olyan egyszerű szappanok és szerek, amiben semmiféle vegyszer nincsen benne. Tehát azok, akiknek bőrallergiája van, vagy bármi ok miatt nem lehet, de akinek nincs is, hogy ne legyen, itt az idő, hasznosat ajándékozzunk, mert az egészséges kozmetikumok, samponok, hajsampon, test szappan, tisztítószer, stb. Ezek nagyon-nagyon-nagyon jók. Talán, ha egyet kiemelhetnék belőle, van egy olyan csodálatos női krém, ami egy valóságos szérum, és ilyen balanszba állítja a bőr állagát. Tehát akinek száraz, annak javít és hidratál. Akinek zsíros, annak javít és optimalizál. Szóval teljesen el vannak ájulva tőle a hölgyek, amikor kipróbálják. Tehát a kozmetikában is megtaláljuk a természetes anyagokat. Csak a természeteset. Az én kedvesem nagyon igényes a kozmetikumokra, és amikor ezeket megismerte, hát komolyan mondom, szinte egy ilyen mozdulattal söpörte le az összes többit pedig, odafigyelt eddig is, hogy mi, mert érzi a bőrén, hogy mennyire jó. Hát Tibor, nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy önöknek is egy ilyen igazi húsvét előtti hangulatot adtunk műsorunkkal. Bátran kérdezzenek, a telefonszámunk 0620 9 340 330, de követhetnek a Facebookon minket, hiszen képekkel illusztráljuk, hogy hogyan is zajlik itt a stúdió élet, és nézhetik a weboldalunkat is. Még egy nagyon fontos dolog, és itt most Tibor, tényleg kérlek, hogy segítsél itt záróblokként, hogy ugye kértük, hogy küldjenek olyan kis képecskéket, ami az önök kedvenceit, kutyusokat, macskákat, vagy a legkülönbözőbb otthon tartott állatokat, akár még ha nyuszit tartunk otthon ott is, hogy küldjenek nekünk, hiszen szeretnénk ezzel foglalkozni, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevesen küldtek. Tudom, hogy esetleg egy bizonyos korosztály nem tud úgy fényképet küldeni, de akkor hívjanak minket a műsorszámán, és megpróbálunk segíteni, hogy az önök kis kedvenceit mutathassuk be. Sőt, nagyon örömmel számolok be arról, hogy most már nem egy, kettő olyan festményt kaptam kis 4,5 éves kisgyerekektől, akik Aloé Manónak neveztek engem, és lerajzoltak. Úgyhogy azt is be fogjuk mutatni, küldjenek képeket a kutyákról, és a gyerekek festményeit, ami természetet ábrázol. Egészségünkre. És az önök egészségére.